Elbontják a nyugati téri és a népligeti felüljárókat. Visszaállítják a villamos közlekedést a Váci út Bajcsi-Zsilinszky útvonalán a Deák térig, és marad a buszsáv a belvárosban a metró teljes átadása után is, jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester 2030-ig jelentősen csökkentené a belvárosi autós forgalmat, és elmondása szerint a tervekről egyeztettek a kerékpáros és autós szervezetekkel is. A Váci úttal az Üllői úti tengelyen a most meglévő kapacitás az elégséges a forgalom biztosításához, nagyobb forgalmat pedig nem szeretnénk. Karácsony Gergely elsősorban Európai Uniós pénzekből finanszírozná ezeket a beruházásokat, de hozzátette, hogy ez annyiban múlik a kormányon is, hogy meg kell egyezniük az EU-val a támogatásokról. Szaniszló Sándort pedig, a 18. kerület polgármesterét és egyébként önkormányzati árnyékminisztert köszöntöm, jó reggelt itt a stúdióban. No, hát azért, ha Budapestről van szó és a területfejlesztési tervekről és elképzelésekről, akkor talán mondhatjuk azt, hogy 50-50%-ban megoszlanak a vélemények arról, hogy mi milyen irányt vegyen és mi az, amivel egyetértünk és nem értünk egyet. Ön milyennek látja ezeket az elképzeléseket? Jó irányba halad mindaz, amit Budapesten terveznek a főpolgármester úrék, vagy egy kicsit most már szélsőségesnek mondható, hogy mennyi mindent szeretnének például az autósoktól elvenni? Ugye 1.600.000 ember él Budapesten, még a legutóbbi jelzett népesség csökkentéssel együtt is. Azt tudni kell, hogy teljesen mások sok esetben a fővárosiaknak is a elvárásai. Én például a külső polgármesterként, tudva azt, hogy Budapest lakosságának a többsége az a nagykörúton kívül él, nyilvánvalóan az az egyik dolgom, hogy hangsúlyozom ezeket a különbségeket. Van egy nagyon jó elv, ami szerintem egész Budapestre hasznosítható lehetne. Azt mondjuk, hogy ha beengedtük a gépjárműveket a belvárosban, most a belvárosi kontextusról van szó, akkor el is tudjanak menni. Tehát a belvárosban azon gépjárművek számára, akik oda beérkeznek, nyilván tudjuk, hogy sokkal kevesebb lesz a jövőben is, mint akár most van, nekik tudni kell normálisan közlekedni, megállni, kimenni akár a városból. Mi ugyanezt kérjük külső kerületi polgármesterek Budapest egész közigazgatási határára. Tehát konkrétan, ha az a kérdés, hogy legyen több villamos, legyen nagyobb zöld felület, legyen mondjuk kényelmesebb az embereknek. Ha át akarok menni az út túloldalára, ne kelljen lemennem feltétlenül a belvárosban, az aluljáróba, ez mind rendben van. Viszont ha tágabb körbe, egészen Budapest határáig nézzük a problémákat, akkor bele a 18. kerületnek saját magának kellett átvállalnia a külső Üllőútnak is a felújítását, mert a főváros erre nem tudott vállalkozni. Jól érzem, hogy van itt önök között egy kis ellentmondás a főpolgármester úrral, hogy ők elsősorban a belső kerületekre fókuszálnak, még azért Budapest területén belül ott vannak azért a külső kerületek is, és ebből esetleg kevesebb jut önöknek? Sőt, az 1.600.000-es lakosságból több mint 1 millióan élnek a nagykörúton kívül, tehát mi azt mondjuk, értjük, valósuljanak meg ezek a mostani valóban történelmi helyzet, miután az M3-as metró újra működni fog, hogy megnézzük, hogy mi lett a felszabadult területekkel, ugye, ahogy jellemzően a metropótló buszok jártak. Valóban tegyük rendbe a belvárosi közlekedési szorító problémákat, viszont ezt követően mielőtt elbontanánk a nyugati felüljárót, meg a Fradi stadionnál a felüljárót, ugye, ahol a külső kerületek közlekednek, előbb meg kell néznünk azt, hogy össz Budapest területén melyek azok a következő fontos problémák, amelyekkel a külső kerületeknek kell szembenézni. Nem épültek meg a P+R parkolók, szükségesek azok a vasúti fejlesztések, amelyeket ugye sajnos éppen Lázár János nullázott ki a közelmúltban, de természetesen azt is meg kell nézni, hogyha Budapestre bejutott egy gépjármű forgalom, akkor az ugyanúgy normálisan tudjon közlekedni, mint hogy a belvárosban is ezt elvárnánk. Egy nagyon fontos paraméter ehhez. Közel 300.000 gépkocsi érkezik Budapestre az agglomerációs területekről. Most képzeljük el azt, hogy a belvárosba nem fognak tudni bejutni, az agglomerációba jöhetnek szabadon, akkor nyilván a külső kerületekben fog lecsapódni, mert másképp nem lehetséges. Tehát mi ezt a stratégiát az egész városra kiegészítve szeretnénk még egyszer. Szembesítette már ezzel Karácsony Gergelyt, hogy vannak fenntartásai?
Hogyne, természetesen legutóbb is. És mit válaszolt erre? Azt mondta, hogy megértő a külső-keleti problémákkal kapcsolatban. Most adódik a helyzet, hogy a belváros stratégiai pontjait kijelöljük, mi azt mondtuk, hogy elfogadjuk, de mielőtt például a két felüljárót lebontjuk, egészen biztosan az összbudapesti problémákra kell koncentrálni. Ami laikus szemlélőként abszolút szembetűnő, az az, hogy megvannak ezek a tervek a belvárosra, de soha nincs szó arról, hogy amit ön is említett például, milyen parkolási lehetőségeket szeretnének fejleszteni. Tehát arról, hogy bárhol parkoló házakat építsenek, ahova egyébként nem csak a külső kerületekről, de hanem a perem kerületökről is, ugye vidékről, agglomerációról beérkezzenek az autósok, nem tudják letenni a gépjárműköket. Tehát erre hosszú távon, sőt inkább azt mondom, hogy rövid távon csak kéne találni valami megoldást. Kapnak erre bármiféle ráutaló jelet, hogy foglalkoznak ezzel a témával? A szimpátiát megkaptuk természetesen, a gyakorlati egyeztetések éppen most fognak majd felgyorsulni, hiszen az nem lehet, hogy csak a belvárosi kerületek számára történelmi ez a lehetőség, hogy az M3-as működik, az egész városnak a hozadékait látni kell. Most lesz majd egy intenzív szakmai egyeztetés valószínűleg a következő hónapokban, és a végén egészen biztosan meg fogunk egyezni, hiszen össz Budapest érdekét kell mindenkinek nézni, nem csak a belvárosi szűk magot. Kicsit önkormányzati árnyékminiszterként is hadd kérdezzem, hogyan képzeli elön az önkormányzatok finanszírozási rendszerét a jövőben? A legfontosabb az lenne, hogy ezt az irgalmatlan pénzlehúzást, amit szolidaritási adónak hívnak, ezt vagy szüntessék meg, vagy legalábbis tegyék elfogadható mértékűvé. Például a saját kerületemnek tudom a konkrét példáját mondani, a 18. kerületben, amikor bevezették a szolidaritási adót még 2012 környékén, amikor azt mondták, hogy ha az állam vissza az iskolákat, akkor ehhez járuljanak hozzá az önkormányzatok. Ez így kezdődött, ebből lett egy általános pénzelvonási kormányzati mechanizmus. Most például 4,1 milliárd forint az, amit a 18. kerület elveszít. Gondolhatjuk, hogy ha általános fejlesztésre egy évben körülbelül 1 milliárd forintunk van, ha az a plusz 4 milliárd itt lenne, hát teljesen másként nézne ki, nem csak a én kerületem, hanem az összes többi város is. Ez a legfontosabb. A másik az, hogy kihagyták természetesen a városok, ellenzéki városok jó részét a rezsikompenzációból. Most az az ígérvény, hogy a kormány ezt átgondolja az év hátralévő részére, ez nyilván egy fontos tétel lenne. Kihagyták, mert azért szerintem itt helyesbítést igényel a történet, vagy az önök meglátása szerint mondjuk kevesebbet kaptak, mint a kormánypárti önök kormányzat. Kihagyták és kevesebbet kaptak. Köszönöm a pontosítást, ez így helyes, hiszen azt láttuk, hogy kormányzati polgármesterek jellemzően másfeles, kétszeres szózóval többet kaptak, mint mi, nem beszélve a bizonyos időszakonkénti eseti kisegítésekről. Ez a másik probléma. A harmadik volt az, hogy... a második körös támogatásról is, hogyha jól emlékszem. Nem pont azért, mert hogy ugye több DK-s polgármester kimaradt ugye a fővárosban, illetve a 9. kerület ennek a pénznek a osztásából, ilyen-olyan félreértések kapcsán nevezzük így, akkor arról volt szó, hogy lehet, hogy lesz egy második kör is, amikor az önkormányzatok nagyobb összeghez juthatnak kormány oldalról. Ez meg igen, hogyha a kormány gazdasági helyzete lehetővé teszi, ezt leírták kétszer, és én két különböző aláírással láttam ezt a levelet, egyelőre szó sincs róla, csak kvázi ígérgetés, hogy majd, ha úgy alakul, akkor el tudják kezdeni a beszélgetést. Egyébként nem csak a DK-s polgármesterek maradtak ki, hiszen vidéken kimaradt Márki-Zay Péter, ugye Hódmezővásárhelyet képvisel, aki elment tárgyalni, nem kapott semmit, ugyanígy maradt a kazincbalcikai polgármester, ő is elment tárgyalni, ő sem kapott. A Gödi akkori polgármester ugyanígy járt, tehát igazából Budapesten éleződött ki a DK-s polgármesterekre ez a helyzet, de vidéken nagyon sokan elmentek, még tárgyaltak is, leültek, és ugyanúgy üres kézzel távoztak, ahogy mi DK-s képviselők. Például a gépjárműadó az elég megosztó szokott lenni, és akkor akár vissza is jöttünk Budapestre is, de ez minden önkormányzatot érint, mert ugye annak egy jelentős százalékát elvonta például. Az összeset most az egészet már. Most már ott eredetileg 60%-át vitték, eredetileg milyen volt a teljes összeg, aztán vitték a 60%-át, a Covid-ra hivatkozva viszont a teljeset, az nálunk körülbelül 900 millió forint a 18. Azért ez egy jelentős kerületben. Összeg. Na, de ez hogyha jelentős. Például a Karácsony Gergely által benyújtott terveket, elképzeléseket nézzük, ami egyébként pedig a gépjármű tulajdonosokat lehetetleníti el, akkor az nem úgy tűnhet, mintha egy válaszcsapás lenne a kormány számára, hogy ha már egyébként megcsak kapjuk ezt az összeget, akkor ne is legyenek itt autósok?
Az azért nem állja meg a helyét, mert budapestiekről van szó. Ugye a fővárosi főpolgármester is, meg a polgármesterek is mindannyian a budapestiek érdekeit képviselik, ez teljesen más. Ők első körben a belváros közlekedési stratégiáját szeretnék megvalósítani, utána valamikor majd kerülne sor az összbudapesti közlekedési problémák megoldására. Szanyiszló Sándor, köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel. Köszönöm én is.